hogy majd nézzük. Figyeljek, mert lehet, hogy pillangelni fog. Mi? Figyelöm. Látod? De figyelöm, mondom, a lábommal itt vagyok. Tíz béke. Tűtőgáz. Tudom, de majd jöttem. Nem, hát van. Kozák Anna Mari, peace. Kis bevásárlás. Jó a kép és a hang. Figyelöm. Jó. Jó, vagy csak meg akarom dűteni egy kicsit. Várjál. Másárolgattunk. Navina kapott egy táskát, csak az nem. Így megmutatom, jó? Jó. Azt meg masztragdod a mellé. Ilyen tasó? Oda. Mellé rakom. Ah, szia Erik! Hódmezőn vagyunk, szia János! És itt van. Próbálsz meg, mit csinálok itt? Török Szabolcs. Jó lesz. Azt meg elfektetem így. Hát ha nem jönnek, akkor jobb lesz. Azt hiszem, ide rakjam. Aha, tetejége. Most voltunk Hódmezőről, hát, megyünk hazafele. Gyere, Kikszak, Hódmező Cityből. Borzasztó idő van. Az nagyon jeges, jeges csúszós idő. Ah, nagyon a buszozgatás ebben a fain időben, így van amúgy. Nagyon jeges idő van. Jeges idő. Jeges idő van, vennünk kellett ilyen kis rezsót, már beszart a kis sütő lapocskánk. Nem, már beszéltük, nem zavar senkit. Kit érdekel, szerinted 60 méterre van. Télő adás, az kész. Nem érdekel senkit. Nem a kőkorszakban vagyunk, csak tudom, hogy Fatarod nem nagyon szereti ezt a videót. Mónika, peace. Majd a YouTube-on lesz unboxing. Hogy miket vettünk, a muszáj volt venni egy-két dolgot. Nem akartunk ebbe az időbe elindulni, de hát muszáj. Mehet a, ennyi, mehet a vlog is a buszon. Hát most nem vagyunk sokan amúgy a buszon. Elég kevesen. Kicsit fáradtak vagyunk, korán keltünk meg. Rohantunk, hogy korán volt a kelés, jaja. Jó, hogy a maszkja Szabinának, mi? Ja, föl kell rakni. Rúntalom már ezt a maszkabát. Na, amúgy jó vagyunk. Hazamegyünk, az lesz az első, melegítok egy kávét. Amúgy. Persze, hogy most már én meg elviszem majd a kávét. Egyként majd otthon a YouTube-on lesz kicsomagoló videó, hogy miket vettünk, hogyha hazaértünk. Csak mondom, most kicsit bejelentkezek itt a Facebookos csoportba. Egy Hódmező Citybe voltunk, most hagyjuk el a várost, a lekvárost. A vonatállomás. Jó széjjel van minden fagyba. Egy vonat van csak. Jaj, a Mónika, majd napközben fízünk. Meg beszakadt a mennyezet, amúgy valamennyire, ettől a nagy esőtől. Szerintem majd hazaérünk a stage-ből, meg kell nézni. Majd adok modit. A stage-ből meg kell nézni, a hazaérünk. Szia, styling, peace. Reszegely Máté. Roland is itt van, üdvözöllek téged. Hódmezőn voltunk. És adjuk el a várost. Hol voltál? Hódmező Citybe. Kis rezsót vettünk, meg Szabina kapott egy táskát. Majd ha hazaérünk, akkor egyből megnézzük a szobát. Igen, attól félünk, hogy jobban leszakad a mennyezet. Megnézzük, hogy milyen az a rész. Jaja. Hogy ez milyen. De megint vettünk ezt-azt. Akkor mondtam DJ-kódot, akkor fel kell nézni a padlásra. Nem a padlásra, a tetőre kell. Hát padlásra nem tudsz bemenni, mert
olyan pici a padlás ott. Akkor a tetőre. Tetőre, ja. Majd valahogy. Nem vagyunk sokan most a buszon. Hát jó, csak... Mit jó? Csak te vagy beparázva, senki nem foglalkozik. Senki nem foglalkozik vele, hogy videózunk amúgy. Nem vetted észre? Csak paranoiás vagy egy kicsit. Ki az Komlósi Dániel? Igen, Komlósi Dániel. Meg Hósolat. Aha. Hát ők is ott szoktak lenni a YouTube live-on, majd gyerekek, megmutatjuk, hogy miket vettünk. Ja. Aztán ennyi. Ja. Hód Mező City. Várjál, ott itt van a Márkizai Péteres. Ezért azt akarom megmutatni. Plakát. Te látta olyan plakát? Láttam. A mindenfele volt. Itt valahol, várja. De nem itt van. Itt valahol volt kirakva. Nem. Az egyik ilyen utca végén. Ja. Nem bírom a maszkot. Porcelán. Utálom már a maszkot, gyerekek. Tököm ki van ezzel a hülye maszkkal. Most fordulunk befele. Nem tudom, hol láttam. Mit? De már én sem tudom, hogy hol, de láttam. Mindenhol ki, itt is valahol ki van, várjál. Majd itt lesz egy hirdető táblom, majd a... erről lesz egy busztvája udvaros szerintem. Aha, itt van ahol. Mindjárt ide érünk. Mit várjál? Itt mindjárt itt a háznál lesz. Szerintem... nem ez az? De, itt van. Ott van. Magyarország előre megy, nem hátra. Magyarország előre megy, nem hátra. Koronavírus ez is, nem nátha. Zor, borod rakjuk ki, nem szólnak érte. Vége lehetne már ennek az egésznek. Amúgy olyan idő volt, gyerekek. Ja, Szabinával jégkorcsolyáztunk, mire odaértünk a Tescohoz. Jégkorcsolyáztunk. Mocskos szaridő van. Nagyon úgy, szittam az Istent is, a Jézuskát. Nagyon mondom, nem igaz. Mondom, ezt csak Isten tudott kitalálni. Esküszöm, mondom, ilyen időjárás karácsonyra. Ez nagyon nem jó, ez a jeges, esős idő. Hát ez soha nem jó, ez az idő. Ez nagyon nem jó. Speed Kft. Ez nagyon nem jó, ez az esős idő. Ja! Család! Nagy család! Nagy család! Nagy család! Nem jó az a nagy esős idő. Ez nagyon nem jó jött most. Jég, eső. Nem nagyon jó. Mocskos szaridő van, na, magyarán szólva. Nekem a lábom is fázik, még itt hát is. Minden átállott a cipőm, majd nem tudom. Nem tudom, de... Na, jó van, gyerekek, majd a YouTube-on lesz. Na, itt van a kérdikóik is. Sziasztok! Víz. Kicsit bejelentkezek itt a rajogói csoportba, aztán majd, hogyha hazaértünk, akkor meg lesz élőadás. Persze. Ja igen, Katós Gábornak köszönöm szépen a donétet, a karácsonyi donétet, vízbéke. Ja, köszönjük szépen donétet. Na, a gyerekek, majd otthonról bejelentkezünk, mert aztán itt most szállnak föl, lehet többen. Víz, most elköszönünk, sziasztok!